40 olyan válogatott kézilabdázó van, aki a Tatabányához kötődik a magyar sportág, a magyar kézilabdasport történetében, amelyre minden tatabányai büszke lehet. Ez az a szám, ami vitán felüláll, és ez az a tényszám, ami megalapozta azt a döntést, hogy hova máshova, ha ne Tatabányára. Kedves fiatalok, miattatok vagyunk itt. Valójában ez a létesítmény, ez a közösségi tér azért épült, hogy ennek a városnak és térségének legyen jövője, de a jövőt nem csak a létesítmények adják, hanem a közösség, akik itt élnek, akik ezt használják, és ti vagytok az az elsődleges használói kör, akiknek ez épült. A ti teljesítményetek fogja majd meghatározni a következő évek tatabányai térség, és reméljük, hogy a magyar kézilabda életét is. Korábban is jártam már bent a kézilabda arénában, már akkor ledöbbentem, de most egy más, egy sokkal jobb érzés fogadt el így, hogy most arról beszélünk, hogy átadják, átvesszük a tatabányai sport, a tatabányai kézilabda. Azonban fantasztikus, mintha az ember nem is tatabányán járna, valahol Nyugat-Európában, és én azt gondolom, hogy óriási dolog ez a tatabányának, a térségnek, hogy egy ilyen sportcsarnok, egy ilyen rendezvénycsarnok van, és én bízom benne, hogy mi a kézilabda fel tudunk nőni a feladathoz, hogy ezt a csarnokot megtöltsük, hogy itt olyan színvonalú mérkőzéseket játszunk, ami méltó ez a sportcsarnokhoz. Mindenképpen azt gondolom, hogy ez óriási motiváció az a fiataloknak. Ha majd látják itt játszani a felnőtt csapatot, akkor ők is majd itt szeretnének ebben a csarnokban, teltház előtt szerepelni, és én bízom benne, hogy ez generálni fogja azt, hogy egyre több gyerek kézilabdázon Tatabányán és a térségben. Mi emlékszünk a korábbi tatabányai csarnokra, nem volt rossz, de azért összehasonlíthatatlan. Tehát én szerintem megérett a tatabányai sport arra, hogy ez legyen. Ugye rendszeres résztvevői az európai sorozatoknak, ide jönnek más országokból, ide jönnek most már azért a hazai nagy csapatok, a Veszprém, a Szeged, tehát úgy értem, hogy persze eddig is jöttek, csak azért egy fejlődő pályán van a magyar klubélet, a kézilabda klubélet, és szerintem a tatabányának ezzel jó lépést tartani, és ezzel a csarnokkal megtörténik. Abban bízom, és próbáltam itt hangsúlyozni is a megnyitó ünnepségen, hogy ez azért jóval több, mint egy kézilabdázásra alkalmas helyszín. És talán nem is jó indulatú az, aki ezt nem ismeri el, hiszen egy város életében egy ekkora csarnok azért az koncertre, kulturális eseményre, vagy ahogy itt is hangzott, szalagavatóra, bármilyen olyan közösségi rendezvényre alkalmas, amivel épül a város, amitől több lesz, amitől összekovácsolódnak a közösségek. Azt kívánom a tatabányaiaknak, hogy élvezzék ezt a csarnokot. Ez a csarnok több, mint egy kézilabda csarnok, annak épült ugyan, de egy olyan közösségi tér is megnyílt itt a városban, amely párját ritkítja, amely eddig nem volt, és amely számos más, akár művészeti, zenei, kulturális, vagy akár más sportág igényeit is kiszolgálhatja, és ezt, kedves tatabányaiak, ti adtátok a városnak. Ha ti nem vagytok, ha nincsenek a régi nagyöregek, ha nincsenek a sikerek, ha itt nincs egy élő kézilabda, ha nincs utánpótlás, akkor nincs ok egy ilyen épület létrehozására. Úgyhogy ezért a köszönet és az elismerés elsősorban benneteket illet, másodszorban pedig a magyar kézilabdás társadalmat, amelyik egy emberként állt a szándékaitok mögé, és az elmúlt években közösen meg is valósítottuk mindezt.